Jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntünk újfent mindenkit, új hét, új remények, és itt van a Géniusz, és itt van az a két játékos, akivel legutóbb abba hagytuk, Rajnai Gergely és Kálózi Attila. Gergelynek ez már a harmadik párbaja, ugyebár, tehát abban a biztos tudatban játszhat, hogy garantált nyereménye 1 millió forintja már egészen biztosan van, amit elvihet, de hát szeretne természetesen magasabbra jutni, mint ahogy Attila meg ezt szeretné megakadályozni, és e tekintetben jól is áll, hiszen az első játszmát sikerült is megnyerni, az az 1-0 arányban vezet. Attiláról már egy pár dolgot elmondtuk a múltkor, de azért feltűnő, hogy ha jól számoltam, legalább 5 nyelven beszél a magyaron kívül. Legalább 5 nyelven tanultam. És ezek hogy jöttek? Mert ugye azt mondja, hogy angol, német, francia, latin, orosz. Hát ezekből igazából mindegyikből értek valamit, mindegyikből beszélek valamilyen szinten, mindegyiket tanultam pár évig, de egyik sem olyan. És a latint az például miért, vagy hol? Ez iskolában kötelező volt. Tehát, hogy igen? Mert ugye földrajz fizika szakos tanár. Igen. Latin, ugye angol, német, francia, orosz, ez mind kötelező volt? Vagy? Nem, mind volt, amelyiket választottam, például a franciát. Mint, hogy az csak úgy hobbi szinten. És melyik a legjobb? Melyik meg a legjobb? A magyar. Ez nagyszerű, gondolom Gergelynek is. Gergelyről viszont beszéltünk, ugye, hogy tanít egyetemen, de dolgozik politológusként is, ugye? Igen. Tehát elemezni járok különböző tévékbe, rádiókba, Magyarországon, külföldi médiumoknak is szoktam nyilatkozni, illetve hát mindenfajta kutatásokat is végzünk, tehát próbáljuk, nem tudom, milyen publikációkat írunk, tehát írásban is próbáljuk értelmezni a politikai eseményeket. Ez egy biztos állás, a politika mindig lesz, nem? Igen. Politika mindig lesz, csak hát mindig fura szerek fújhatnak ott, úgyhogy óvatosan kell elemezni. De hát mi próbáljuk a tudományos szempontokat érvényesíteni az elemzésekben is, hogy próbálunk a lehető legobjektívebben megközelíteni mindent. Na hát politika mindig lesz, de játék is mindig lesz, és mi most erre az utóbbira helyezzük a hangsúlyt, ugyebár, ahogy említettem, Attila 1-0 arányban vezet ebben a párbajban, így azután Gergely fogja kezdeni a második játszmát, de előtte szokás szerint jegyzőkönyvbe vesszük, hogy melyik három témakört fogjuk használni ebben a játékban, miről fogunk beszélgetni. Ez a három tudomány és technika, földrajz, illetőleg a mindenki által kedvelt bulvár, és az első témakör, amivel kezdünk, na, hát az rögtön a bulvár. Meglátjuk, hogy mire megyünk ezzel. Következzék tehát a második játszma. Gergely! Milyen művésznéven vált ismerté Pityinger László rapper? Dobben. Hey, és ezt, és a rapperekben is otthon van, Gergely. 1-0. Következő kérdés. Melyik egykori francia államfő vette feleségül Carla Bruni modellt? Nicolas Sarkozy. Az elemzések eljutnak odáig, hogy egy politikus miért veszel egy ilyen egykori olasz modellt? Igen, én egyébként ennek nem vagyok a szakember, de van egy kollégám, aki kifejezetten az ilyen politikai bulvárral foglalkozik, és politikai és erotika sorozatunk is volt, stb. Tehát, hogy én ebben nem vettem aktívan részt, de hogy ennek van egy külön tudományos módszert, hogy ezeket hogy szokás elemezni. És igen, de ennek lehet ugye a személyiségjegyek tekintetében lehet jelentősége. Hát igen, meg a kampányok szempontjából, tehát a kampányok aktívan használják a bulvárt is arra, hogy mozgosítsák a szavazókat, akik mondjuk a politikai híreket nem kötik, de a bulvár híreket igen, tehát mondjuk a Sarkozynek is lehet, hogy plusz szavazókat hozott az, hogy egy ismert modell volt a felesége. Vagy éppen elvitt tőle szavazókat, ez vizsgált kérdése. Aha, érdekes téma. 2-0. Következő kérdés. Ki az az egykori világ első teniszező, akinek 2022-ben börtönbe kellett vonulni a csalás miatt? Boris Becker. Igen. És egy szőr mentén volt meg, mert elég? Igen, így gondolkodtam, hát világ első teniszezőkben gondolkodtam, hogy melyikről hallottam, hogy valami botránya volt, és a Beckerről csak nem emlékeztem, hogy börtönbe is vonult, csak arra emlékeztem, hogy valami botránya volt. Hát kettő és fél év. Hát, ki lehet bírni? Hát gondolom. Hát panaszkodott, hogy nincs steak. Nincs steak a bőribe, pedig ő ahhoz van szokva, igen. Hát ez kellemetlen, igen. Hát akkor igen. Nem kellett volna ezeket mind elkövetni, amit elkövetett. Pedig olyan igen. Szép edzői, meg pályafutásra volt, úgyhogy hát, kár, hogy ebbe belefogott. Kisiklott, igen. 3-0. Újabb kérdés. Melyik popstár vette feleségül a topmodell Hailey Baldwin-t? Justin Bieber. Ez gyorsabban ment, igen. Csinosabb a Hailey, mint a Carla Bruni. Én fogalmam nincs, hogy néz ki, de azt tudom, hogy Hailey Biebernek hívják, vagy most már annak hívják. Nem tudom, hogy Baldwin a eredeti vezetékneve, de igen, így, Hailey Bieber így ismertem. 4-0, következő. Melyik énekesnő az édesanyja a labdarúgó Gerard Piqué gyermekeinek? Shakira. Magyarán
Hát, majdnem azt mondom, hogy a magyarán szóval ki a felesége, de az nem feltétlen. Nem felesége, de az biztos, nem házasok. Tehát ők szándékosan nem házasodnak összeállítólag ezzel, hogy mondjam, az intimitás jobban föl tudják tartani. Azt mondták, hogy legalábbis a Pikétől hallottam ezt, hogy mondta, hogy így sokkal izgalmasabb a kapcsolat, mert a állandóan fenyegetőzhetnek azzal, hogy kihagyják kicsotát, még nincs ez így lepapírozva. A gyerekek ott vannak, meg együtt élnek már több mint 10 éve, de így még mindig van egy újabb szint, amit még nem értek el a kapcsolatban. Ráadásul így körmönfontadnak átszó kérdéseket lehet feltenni egy kvízműsorban, ugye? 5-0. Következő kérdés. Milyen civil foglalkozást űzött Kemény Dénes, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda csapat edzője? Állatorvos volt. Helyesen. Kómóban állatorvos volt, miközben még a helyi csapatot edzette, igen. Aztán utána lett szövetségi kapitány, és akkor az állatorvosságot egy kicsit zárójelbe tett. Gyakorló állatorvos volt. Igen. Igen, mert van, aki nem annyira gyakorló. Attila, hogy érzi magát itt, hogy mit eldiskurálunk, és mindenre válaszol egyelő? Tudta volna ezeket? Nem mindet. Nem mindet. De. Akkor ne áruljuk el, hogy melyiket ne. Jó. 6-0. Következő kérdés. Hány évig élt a világhírű díva Gábor Zsazsa? 100. Nem jó a válasz. Attila? 93. Igen, de utána még 6 évig. Tehát 99 évig élt. Jó, tehát élt 93 évig, csak utána még folytatta. 6 év. Én még a 100. is megadtam neki. Én lelkemben még élt egy éve. Mindent meg tudunk magyarázni, ugye? Hogy miért volt mind a két válasz jó, de valójában miért nem tudom egyiket se elfogadni. Jó, maradunk Gergelynél. Következő kérdés. Hány közös fiúgyermeket nevel Istenes Bence és Csobot Adél? 2. Jó a válasz, így van. 2. 2 kisfiú, igen. 7-0. Újabb kérdés. Melyik nyírségi városunkban látható Tony Curtis emlékszobája? Máté Szalkán. Igen. Ahol ott született, és aztán onnan. Hát ő nem ott született már, hanem a családja onnan. A szülei. Igen. Így van, így van. Tony Curtis már az Egyesült Államokban született. 8-0. Következő kérdés. Melyik színésznőn kezdeményezte a Bajor Gizi Színész Múzeum alapítását? Rutka Éva. Akár, de nem. Attila? Gobbi Hilda. Na, ez egy jó válasz, helyes, így van, ez még egyébként 1952-ben kezdeményezte, és aztán meg is valósult. 8-0-nál Attilának sikerült rabolnia, és így van esélye arra, hogy visszahozza ezt a játszmát, de előtte Gergely kitalálja, hogy mi legyen a témakör. Maradjunk a bulvárnál. Maradjunk a bulvárnál, Attila is megkedvelte itt menet közben. Attila! Ki az a drogbáró, aki az 1980-as években a világ leggazdagabb embereinek listájára is felkerült? Pablo Escobar. Az övét tudom elfogadni, mert egyértelműen a Gilingalang után volt a Pablo Escobar. Ott már jobb lett volna, ha nem jön ki, illetve mindegy volt, hogy elmondta, vagy nem mondta, el tudtam? Mindegy volt, nem tudtam. Ja, mindegy, tudtam. Nézem a Narcos című sorozatot, vagy néztem, és abban ő a főhős. Igen. Igen, a fő. Hát főhős, igen, így átvitt értelemben. Igen, főszereplő, igen. Sikerült visszaszerezni, nincs pont, 8-0-nál Gergely jön. Miről beszélgessünk, Attila? Tudomány és technika. Tudomány és technika. Gergely, melyik híres fizikus jelentette ki, hogy Isten nem játszik dobókockával? Leibniz. Nem jó a válasz, Attila, tudja? Albert Einstein. Helyes a válasz. Bevált a taktika, ugye? Nem, a kvantum elméletet nem fogadta el Einstein, mert hogy túl sok a véletlen, és ezért mondta, hogy Isten nem kockázik. Uh-huh. Tehát nincs olyan véletlen. Na, mennyire jó, hogy fizika tanár van köztük? Nagyon jó. Igen, ennek rendkívül örülök. Nem csak tudjuk, de értjük is. Igen. Most már csak az a kérdés, hogy Gergely merre felé tereli a beszélgetés fonalát. Én a bulvárosítanám a témát. Bulvárosítja a témát, igen. Jó, Attila. Ki Békessy László egykori pénzügyminiszter, szintén ex-miniszter felesége? Csehák Judit. Jó a válasz, így van. Nagyszerű. Szociális és egészségügyi miniszter volt még a rendszerváltás előtt. 8-1, megvan az első pont, sikerült átlépni a kritikus küszöböt. Attila, melyik legendás francia énekesnőt nevezték a kisverébnek? Edith Piaf. Edith Piaf, helyes, így van. 8-2. Következő kérdés. Ki az az egykori televíziós újságíró, aki évekig volt Magyarország havannai nagykövete?
Ákus. Nem jól van. Horváth János. Horváth János, 2007 és 2010 között volt havanai misszióvezető Kubában. 8-2, mi legyen a témakör, Attila? Tudományos technika. Tudományos technika egyszer már bevált. Gergely, hány gram tömegű egy 100 karátos gyémánt? 2100. Az nem jó válasz, Attila? 4. Az meg egy tipp volt szerintem. Igen. Egy karát az 0,2 gram, tehát a 100 karátos gyémánt az 20 grammos súlyú. Marad a 8-2, Gergely. Milyen színű a malahit nevű ásvány? Zöld. Jó válasz, így van, zöld. 9-2, játszmalabdája van az egyenlítéshez Gergelynek. Következő kérdés. Hány bájtból áll egy kilobájt? 1024. Jó a válasz, így van. Ez egy jó kis váltószám, hogy 1024, így van. 260. Kettő hatványokkal kell dolgozni, és... És ennyi. És akkor igen. Megérkezünk ezzel. Igen. Hát az informatika az másképp gondolkozik, mint az egyszerű földi halandó, mint én. Ja, és akkor ilyen hatványokkal dolgozik, mert hagyjuk már 10-es számrendszert, tehát az a primitív. 10-2 arányban megnyerte Gergely ezt a játszmát, és így a párbaj állása 1-1. Na, Bulvár ebben a párbajban már nem lesz többet. Látom, hogy egy kicsit megviselte az urakat, bár Gergely, mintha megkedvelte volna. Nem azt mondom, hogy a kedvenc témám, de hát össze kell hasonlítani mindig a játékostársakkal a tudást, és így ahhoz kell viszonyítani. Igen. Jön a harmadik játszma, ami ugye a gomnyomos játékunk, 7 pontig, 2 pont különbséggel, de vigyázni a kockáztatással, bár ha jól tudom, akkor Attila szeret kockáztatni. Igen, már többször is kockáztattam magamat túlságosan, tehát több millió forintot buktam el már azon, hogy túl kockáztattam játékokat. Hogy kiszállhatott volna nagy önnyereménnyel, de... Igen. Legalább egy 4 millióval lennék gazdagabb, ha... És ebben mi hajtott az, hogy még többet lehetne nyerni, igen, vagy az, hogy játszunk már, nehogy már, mert hogyha, ha elviszem, akkor vége a játéknak. És mind a kettő. Alapvetően szeretek játszani, tehát, hogy ide is. Nagyon szívesen jövök. Itt lehet jutni ebbe a játékba úgy 7 pontig, hogy az ember csinál 17-18-at is, csak mindig levonatja az egy részét, és akkor úgy érkezik meg. Tehát nyugodtan lehet kockáztatni, csak arra kell vigyázni, hogy ő közben ne érkezzen meg a végére. Jól van, uraim, következik a harmadik játszma. Első kérdés. Melyik idén elhunyt színészünk kölcsönözte a hangját Safraneknek a Macskafogó című rajzfilmben? Gergely. Haumann Péter. Helyes a válasz. Így van. 1-0. Következő kérdés. A harasztok törzsén belül melyik osztályba tartozik az erdei pajzsika? Gergely. Zsurlók. Páfránya közé tartozik. Elvettük azt az egy pontot. 0-0. Következő kérdés. Ki alakítja a Fekete Özvegy című Marvel mozifilm címszerepét? Gergely. Scarlett Johansson. Helyes a válasz, így van. Attila is nyomta, ezt mondta volna? Igen. Igen? De tényleg? Nem. Nem ezt mondta. Akkor jobban járt, hogy 1 század másodperccel, vagy 1/10-del, vagy nem tudom, hogy micsoda. Ezt kinézte a családba, ezt a filmet egyébként? Ezt én szeretem a Marvel filmeket, tehát igen? Azokat abszolút. Igen, mert csak hát ugye a múltkori adásban kiderült, hogy egy csomó filmet megnéz a család, amit ki nem igen, ezt a családban senki más nem nézi, csak én, úgyhogy... Jó, majd amikor ők jönnek játszani, azt mondja, ja, ezt láttuk, nem bírom, amikor a Gergely nézte ezt a filmet, tehát borzasztó volt, tehát utálatos. Jó, újra 1-0. Következő kérdés. Mi a magyar neve a magasra tornyosodó, sok csapadékot hozó cumulonimbus felhőfajtának? Attila. Eső. Mit szeretett volna mondani? Beszélgessünk róla. Tehát ez egy olyan bárányfelhő, ami... Értem. Torony. Amiből esik. Zivatarfelhő. Igen. Ötös. Leülhetek ötös? Köszönöm szépen. Még lesz egy pótkérdés. Lesz egy pótkérdés, tanár. A földrajzból azért úgy emlékszem, hogy csak ilyen érintőlegesen tanultuk a felhőket, hogy kb. 1 óra maximum, és akkor azt is. Én még annyiban sem, egy 15 perc. Jó, tehát értem én azt, hogy bárányfelhő is, de ezt most nem tudtam elfogadni. Jó, tehát az ivatarfelhő. Jó, tehát félszavakból is értjük egymást, csak a szabályok értelmében most a másik felére is szükség lenne. Jó, viszont nem vonunk le. Ugye, maradt az 1-0. Következő kérdés. Melyik pécsi zenekar énekese az egyetemi adjunktusként is dolgozó Beck Zoltán? Attila, korányomat.
mit mondott volna, hanem 30Y-t. Az jó is lett volna ráadásul. Igen, jó is lett volna. Meg kell várni, amíg elindul az óra. Továbbra is 1-0. Következő kérdés. Ki az a magyar vívó, aki a világon egyedüliként olimpiai és paralimpiai játékokon is érmet szerzett? Gergely. Szekeres Pál. Helyes a válasz. Így van. Így van, Szöulban még a törcsapattal volt bronzérmes, aztán történt ez a sajnálatos baleset, és később 5 paralimpián 3 arany és 3 bronzérmet is szerzett, és e tekintetben ő a világon az egyetlen. 2-0. Következő kérdés. Melyik város ad otthont a rendszeresen megrendezett Kocsonya Fesztiválnak? Attila? Miskolc. Miskolc. 2-1. Újabb kérdés. Mi a karburátor hagyományos magyar elnevezése? Gergely. Porlasztó. Az bizony a porlasztó. Nagyon jó. 3-1. Újabb kérdés. Kinek az emlékére dolgozta át Elton John a Candle in the Wind című dalát 1997-ben? Attila. Lady Diana. Nagyszerű. Így van. Ezt az átdolgozott változatot énekelte a temetésem. 3-2. Következő kérdés. Melyik savanykás tejtermék elnevezése jelöl egyben egy szellemi foglalkozást is? Gergely. Író. Nagyon jó. Így van. 4-2. Újabb kérdés. Melyik 18. századi magyar feltaláló trükkös szerkezete volt a sakkautomata? Gergely. Kempelen Farkas. Nagyon jó. Így van. Kempelen Farkas. 5-2. Attila is nyom, csak az előbb korán nyomott, most már mindig egy picivel később nyom. 2 század mind volt Gergely. A reakcióidőd. Igen. Hát, a reakcióidőm, ugye. Güttler Károly 1 századdal vesztette el az olimpiai bajnokságot, ugye? 5-2. Következő kérdés. Melyik ifjúsági film készült Bálint Ágnes Málna szörp és szalmaszál című regényéből? Attila. Kemény kalap és krumplior. Nem jó ez. Az a cím, hogy Kemény kalap és krumplior, úgyhogy ez nem is egy film, hanem 2 vagy sorozat volt. Tehát azért én is azt gondoltam először. És mit mondott volna? Nem tudtam, én nekem is Kemény kalap és krumplior jutott eszembe, és mondom, ezt nem mondom. Aha, ez az égigérő fű, az a szép zöld gyep, Boldi bácsi. Ez az a történet. Jó? Megvan? Gondolom megvan. 5-1-re alakul az állás. Következő kérdés. Milyen néven lett világhírű színésznő Norma Jean Mortenson? Gergely. Marilyn Monroe. Ez a válasz helyes. 6-1, játszmalabdája van a 2-1-hez Gergelynek. Következő kérdés. Melyik közösségi platform társalapítója volt Dustin Moskovitz, Chris Hughes és Eduardo Saverin? Gergely. Facebook. Nagyon jó, mert így van, 4-en a Zuckerberg fiúval alapították. Ez meg film van belül, a Social Network, onnan lehet ezeket ismerni, mert az ő hármajuk, illetve inkább kettőjüknek a nagy vitájáról szól, hogy aztán kinek mekkora részesedése legyen a vállalatban. Igen, hát a Zuckerbergnek nagyon sok részesedése van, a többieknek egy pár százalék. És a Saverin ugye perelte nagyon sokáig, és aztán kapott egy csomó pénzt, de aztán a Facebook azóta már 100-szor annyit ér, mint amennyit akkor kapott, és igazából azóta is annak ennél egy több 100 millió dollárt kapott, igazából így is elégedetlen. Hát mert mihez képest, nem. Ugye? Hát így van. 7-1 arányban Gergely megnyerte ezt a játszmát, és így 2-1 arányban vezet. Attila fogja kezdeni a következő játszmát, hiszen ő van hátrányban az egyenlítésért, de előtte megnézzük, hogy ezúttal mi lesz a 3 témakör, amivel foglalatoskodni fogunk. Történelem és közélet, nyelv és irodalom, illetőleg film és tévé, amivel kezdünk, az a nyelv és irodalom. Kezdődjék a 4. játszma. Attila, mit jelent a rekruta kifejezés? Frissen toborzott katona. Elfogadom a választ, így van, újonc, bármilyen módon, helyes. 1-0, következő kérdés. Ki írta az Uri Muri című regényt? Móri Zsigmond. Nagyon jó. 2-0. Következő. Hol van a macska Tennessee Williams drámájának címe szerint? A forró bádok tetőn. Nagyon jó, így van. És ugye ezt nem lehetett körülírni, mert a címeket vagy pontosan mondjuk, vagy se, hogy sem macska, a forró bádok tetőn. Kiváló. Következő. Melyik költőnk nevét viselte korábban Pécsen egy egyetem? János Pannonius. Helyes a válasz. Így van. Pécsi Tudományegyetem. 4-0. Következő kérdés. Melyik évben valósult meg az első űr-odüsszeia Arthur C. Clarke regényében? 2001-ben. Nagyszerű, így van, ahogy arról a címe árulkodik. Nagyon jó.
5-0 a féltávnál már Attila. Következő kérdés. Melyik város borul gyászba Mikszáth Kálmán a Fekete Város című regényében? Lőcse városa. Nagyszerű, így van. Megölték a bíró. 6-0. Következő kérdés. Ki írta az Öreg Hölgy látogatása című színdarabot? Friedrich Dürrenmatt. Nagyszerű válasz, így van. 7-0 már, 3 pont kell az egyenlítéshez. Újabb kérdés. Mit csinál, aki twerkel? Sétálgat. Gergely? Körkörösen rázza a fenekét, és így táncol. Igen. Próbáltam minél pontosabban leírni a mozdulatsort. Egy furcsa hang megszólalt a fülemben, hogy bemutatná esetleg, de én ezt nem szeretném. Nem szeretném, jó? 7-0-nál Gergelynek sikerült egy lehetőséget teremtenie. Játék közepette itt az ideje egy pár perc pihenésre, de utána rendületlenül folytatódik a Géniusszal. Tartsanak velünk továbbra is. Rajnai Gergely ismét tudott fordítani, ezúttal harmadik ellenfele Kálózi Attila ellen. Azonban 2-1-es vezetésénél a negyedik játszmában Attila már 7-0-ra vezet, tehát mindössze 3 pontnyira van az egyenlítéstől. Vajon vissza tudja még hozni ezt a játszmát Gergely? Ez már ismét a Génius stúdiója, folytatódjék a játék. Gergely játszhat a folytatásban, de a témakör kiválasztás Attila dolga. Nyelv és irodalom. Nyelv és irodalom. Gergely, melyik bibliai városhoz kapcsolódik a nyelvzavar fogalma? Bábel. Így van, 7-1. Következő. Melyik költünk vallotta magát egyik versében Góg és Magóg fiának? Adi Endre. Nagyszerű, így van, Adi Endre. 7-2. Következő kérdés. Melyik amerikai író regénye az 5-ös számú vágóhíd? Kurt Vonnegut. Ez a válasz is helyes, jól van. 7-3. Következő kérdés. Melyik folyón hajózik Borús Demeter Werner regényében? Duna. A Dunai hajó. Mert hogy ez a Dunai hajós. Nagyon jó. 7-4. Következő kérdés. Melyik itáliai költő írt szerelmes szonetteket Laurához? Dante. Nem jó a válasz, Attila. Petrarca. Az viszont nagyszerű. Így van, nagyszerű. Petrarcáról van szó. 7-4-nél újra Attilánál a lehetőség, de előtte még Gergely kiválasztatja a témakört. Film és tévé legyen. Gondoltam, hogy nem a marad a nyelv és irodalom. Film és tévé. Attila. Milyen állat Remi, aki séf akar lenni a Lecsó című animációs filmben? Ő egy egér. Patkány. Nem jó a patkány. Patkány, igen. Ja, a címe, az eredeti címe a Ratatouille, ami egyben egy ételneve is, és igen. A rat az elejéről, az meg a patkányt jelenti. Igen, nem tudom a patkány helyett elfogadni az egeret, mert mind a kettő megsértődne. Gergely játszhat a folytatásban, de a témakör kiválasztás Attila dolga. Nyelv és irodalom. Nyelv és irodalom. A nyelv visszanyal. Gergely, ki az a sztárpszichológus, akinek 12 szabály az élethez című könyve az egész világot meghódította? Jordan Peterson. Nagyszerű, jó van. Olvastad? Nem olvastam, az előadását láttam, tehát vannak ilyen előadások, a turnézik Magyarországon is volt, és ilyen előadás videókat láttam bele, de nem olvastam a könyvet. Ez most mindesetre arra bőven jó volt, hogy 7-5-re alakuljon az állás. Következő kérdés. Melyik történelmi tájegységről írt trilógiát Móricz Zsigmond? Erdélyről. Nagyszerű, így van. Tündérkert, a nagy fejedelem és a nap árnyéka. 7-6 egyenlítési lehetőség. Következő kérdés. Mit lopott a három görbe legényke Vörös Sándor versében? Szőlőt. Azt nem loptak, Attila? Bort. Az jobb, igen, az később, tehát időrendben haladtunk. Három görbe legényke, róka, rege, róka, tojást lopott ebédre, róka, rege, róka. Lett belőle rántotta, róka, rege, róka, a kutya lerántotta, róka, rege, róka. Tojást loptak. Hát minden recept úgy kezdődik, hogy végy egy tojást. Vagy nem tudom, igen. Így bort, szerintem minden recept így kezdődik. Minden recept előtt ki kell nyitni egy palack bort, és ahhoz, hogy egyáltalán kinyissuk a receptet. Tehát mi előrébb gondolkoztunk. Tehát, ja hát. Mint a görbe legényke. Marad a 7-6. Gergely,
Melyik állatot említi Csusz néven Fekete István Vuk című regényében? Kígyót. Nem jó a válasz, Attila. Gyíkot. Ah, így van, igen. Jó fele járt, mert ugye név, nyilván a név árulkodó, de nem a kígyó, ugye, csak fekszek, azt megyek, milyen jó, hanem a gyík a Csusz ebben. 7-6, újra Attila következik, mi legyen a témakör? Film és tévé. Film és tévé. Attila, melyik akciófilmsztár híres filmes mondata az Hasta la vista, baby? Arnold Schwarzenegger. Nagyon jó, így van. 8-6, következő kérdés. Milyen nevet viselt a japán kardkovács a Kill Bill című filmben? Edo. Gergely? Hattori Hanzo. Sonny Chiba nevű nagy karateművész játszotta, és ez egy nagyon szép ját, Okinawán van neki egy nagy kard, jár, ami visszavonul, de aztán a Bill megöléséhez, segítéséhez az újra aktiválja magát, és csinál egy kardot a menyasszonynak. Igen, igen, egy igazi Hattori Hanzo. 8-6, Attila, mi legyen a témakör? Legyen nyelv és irodalom. Legyen nyelv és irodalom. 8-6-nál Gergely következik. Következő kérdés. Mi a neve annak a ritkás erdőnek, ahol Mici Mackó és barátai élnek minden regényében? A Százholdas pagony. Egészen pontosan a Százholdas pagony. Helyes. 8-7. Egyenlítési lehetőség. Következő kérdés. Milyen hölgyet zaboláz meg Petruchio Shakespeare vígjátékának címe szerint? A Makrancosat. A Makrancos. Melyik Makrancos? A Makrancos katát, igen. Ja. 8-8. Egyenlő az állás, és ugye ebben a játékban egyel is lehet nyerni. Gergely, hogy nevezik latin kifejezéssel a tanító célzatú állatokról szóló mesét? Fabula. Ez bizony a fabula. Sikerült fordítani a Gergelynek. 9-8. Játszma és mérkőzéslabda. Következő kérdés. Hogy nevezik a misét celebráló pap segítőjét a katolikus egyházban? Minisztráns. A válasz helyes! A válasz helyes, és ezzel sikerült fordítani 10-8 arányban, begyűjteni ezt a játszmát, és így a párbaj végeredménye 3-1, Rajnai Gergő javára. Attila, alaposan megizasztotta a Nebuló tanár úr az ötösér. Hát, gratulálok. Köszi szépen. Gyakorlatilag minden témakörbe, a biológiát leszámítva minden témakörbe jobb voltál nálam. Uh-huh. Attila is nagyon játszott egyébként, mert itt azért, meg ugye ez nagyon szép volt ebben a játékban, hogy taktikáztak az urak, hogy kinek melyik témakört próbáljuk meg. Szép játék volt minden tekintetben, úgyhogy Attilának is csak gratulálni tudok. Hát ugye mindig az a fájó, hogy valakinek el kell mennie, és nincs rögtön egy visszavágó, de hát reméljük, hogy még hosszú életű lesz ez a műsorsorozat, és akkor találkozhatunk majd azokkal, akik nagyszerűen játszottak, de így vagy úgy valamiért nem tudták folytatni a játékot. Attila amúgy is rutinos játék, és ugye lehet játszani, akkor úgy is jön, úgyhogy ha lesz rá alkalom, akkor biztos vagyok benne, hogy fogunk újra találkozni. Így van? Így van, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Viszontlátásra, köszönöm szépen. Gergely, gratulálok, mert itt azért vissza kellett jönni, vissza kellett hozni például ezt a játszmát is, úgyhogy azért ez nem volt egy könnyű történet. Gergely, rögtön az első játszmát szokás szerint elvesztettem, az már egy kellemes hagyomány, és ezt is vissza kellett hozni, és azért nehéz, tehát hogy olyan témákban kellett visszahozni, amiket ugye Attila vászott nekem, és azért, hogy mondjam, jobban jött volna nekem például a film és tévé téma, amit én választottam neki, de uh-huh. Hát szóval ebből szempontból sem volt könnyű, de azért nagy nehezen azért sikerült összerakni ezt, és az első játszmában is rengeteget szenvedtünk meg itt is, de azért nagy nehezen összeraktunk. Jó, hát az, hogy egyébként valaki sokat itt van a stúdióban, annak van előnye, mert már kicsit megnyugszik, ismeri a helyzetet, stb., de van hátránya is, mert a többiek, akik majd jönnek, azok már egy kicsit kiismerik, hogy kivel fognak játszani, mi az, ami megy, mi az, ami nem megy, mit válasszanak neki, mit ne válasszanak neki, de egyelőre maradjunk a biztos dolgok, hiszen ez már a harmadik megnyert párbaj volt, és ezzel jár természetesen egy újabb garantált nyeremény, ez pedig egészen pontosan 1.500.000, azaz másfél millió forint, ami már elvehetetlen. És ráadásul ugye ott van a tovább lépés lehetőség egy exkluzív klubba. Öten vannak, akik háromnál több párbajt tudtak nyerni. Ugye nem is a régen Hutnik Manu az, aki négy győztes párbaj után az ötödikben távozott. Ugye van két ötszörös győztesünk, dr. Hacsek Gábor és Tiba Imre. Van egy nyolcszoros győztesünk, Boros Márton. És van egy géniuszunk, dr. Kovács Attila. Nos, ez az egyre szűkülő klub várja Rajnai Gergelyt is, de
mindig van egy ellenérdekelt fél. Milyen kár. Milyen kár, de hát játszani annyival jobb valakivel, úgyhogy ismerjük meg Rajnai Gergely negyedik ellenfelét. Varga Zoltán, kosárlabda edző, magas szintű auditív memóriája van. A középiskolában a tanárok lexikonnak hívták. A géniusz az első vetélkedője. Zoltán, nagy szeretettel köszöntjük itt a játékban. Felnézünk önre igazán. Hány centi, Zoltán? 2,5 méter. 2,5 méter, és azért ment kosárlabdázónak, mert csak ott adnak 52-ös cipőt. Ez úgy volt, hogy én kézilabdáztam, és nem volt akkor a kézilabdás cipő, és még a Mocsai Lajos se tudott ekkorát szerezni. Na, ha ő nem tudott, akkor nincs is. És így lettem kosárlabdázó. Apukám mondta, hogy akkor hol van cipő, ott fogsz kosárlabdázni. Kitalálhatom, hogy center poszton játszott? Igen. És hol van cipő, ott? De akkor ezek szerint ez bevált, hiszen ugye 5-szörös NB2-es bajnok, több mint 1200 meccsen, nem tudom aktuális, ahogy áll a dolog. Mind edző, nyilvánvalóan, igen. Tehát aktuális. Igen. Ez a Tatabányai Medvéke milyen csapat? Ez egy utánpótlás. Utánpótlás? Utánpótlás. Csak utánpótlás, tehát csak gyerekekkel foglalkoznak? És az hogy van, hogy a feleségével együtt matekot és angolt is tanítanak testnevelés során? Ez úgy volt, hogy a feleségemet áthívták a Bolyai iskolába, hogy mindig matekos volt. És mondtam, hogy akkor csináljuk meg a matekot és a kosárlabdát együtt, és a tesi órán tartjuk a matekot alsóba, az aktuális anyagot. Igen, és akkor közben számolják, hogy csak 2 szabad lépni, 3 pontot ér a távolítóbásnál. Igen, meg számkácsával dolgozunk. Mostanáig soha nem volt televíziós vetélkedőben. Most miért hoztam meg azt a döntést, hogy el akar jönni játszani? Mert mindig is érdekelt a víz, csak a sport miatt nem volt időm. Igen, meg otthon piszkálják az embert, hogy menjél már játszani, mert a kanapé jó vagy, nem? Nem. Igen, én szoktam mondani, hogy aki a kanapén már nyert, az jöjjön el játszani a stúdióba is egy másik szintről van szó. Ki kell próbálni. Ki kell, de ennyi, ki kell próbálni, ugye? Gergely is kicsit nem figyelt oda, elment a honfoglalóba, az mi történt? Nyert 30 milliót. Előfordul az ilyen az ember. Hát kicsit nem figyel oda az ember, és már van egy csomó pénze. Óvatosan kell járkálni a kvízek környékén. Igen. Na, hát ugye, hogy azt megbeszéltük, Gergelynek már van 1,5 milliója, de most itt van Zoltán, hogy megnyerje ezt a kosárlabda mérkőzést, bár nem tudom, mi az összefüggés, mert ugye teniszrendszerű a dolog, de ez nyilvánvalóan menni fog. Jó, az urak készen állnak, Gergely fog majd kezdeni, hiszen ő van játékban. Eldöntjük, hogy mi lesz a 3 témakör az első játszmában. A 10-ből nyelv és irodalom, földrajz, illetőleg élővilág, amivel játszunk. És az első témakörünk az a földrajz. Következzen Rajnai Gergely negyedik párbaja. Gergely, melyik városunkban áll a Főnix csarnok? Debrecenben. Debrecenben, 1-0. Következő kérdés. Melyik szigetország őslakói a maorik? Új-Zélandon lak. Jó a válasz, 2-0. Következő kérdés. Melyik Pest megye egyetlen megyei jogú városa? Érd. Helyes, így van. Ugye Budapest főváros és nem megyei jogú város. Egyébként Érd viszont igen. 3-0. Újabb kérdés. Melyik nyelv Kína hivatalos nyelve? A mandarin. Helyes, ez is jó. 4-0. Újabb kérdés. Melyik ország fővárosa Tashkent? Üzbegisztáni. Nagyon jó. Fővárosokban otthon van? Igen, azt mondhatjuk. Tehát én az ilyen kisebb területi egységnek is általában szoktam tudni, de országoknak azért illik tudni ilyen kvízes estéken. Zoltán, eddig hogy ment volna, hogyha... Tudtam. Igen? Jó, az megnyugtató, ugye? Ugyan még nem jutottam szóhoz, de én is tudtam volna, és akkor az egy jó érzés, hogy nem jöttem teljesen hiába. Jól van, oké. 5-0. Gergely. Melyik hazai település külterületén található a Krisna-völgy? Somogy-Vámos. Na, és ezt honnan tudja? Hát, anyukámnak vannak ilyen ezoterikus beütései, és ő azért a Krisna. Nem szabad ezt, nem. Az nem beütés. Ő hogy anyuka hogy mondaná? Hát fogom. Érdeklődése van. A szakmája, tehát hogy nehéz ebből. Minden esetre ezen keresztül így érdeklődik az ilyen krisnás dolgok iránt is, és akkor... Igen. Az érdeklődés jobb, mint a beütés. Nem akartam normatív véleményt megfogalmazni, de sikerült ez. Kicsit ilyen beütése van, és ez nem jó, nem, anyukával meg kapcsolatosan pláne nem. Meg különben is az, amely csinál egy új horoszkópot, és ki fog jönni, hogy nem. Igen, kiszokott. Igen. Ja, kiszokott. Úgy érzem, hogy Gergely nagyon messze áll ettől az ezoterikus világtól, sokkal inkább a nem racionális. Nem messze, mert ugye családban benne van, de ezen kívül a attitűdömhöz nem áll közel. Ezen kívül semmi. Jó. 6-0. Következő kérdés.
Melyik afrikai ország régebbi elnevezése volt Becsuána föld? Botswana. Ez a válasz is helyes. 7-0. Következő kérdés. Melyik országban található a világ legforgalmasabb pályaudvara? Németország. Nem jó a válasz. Mit gondolsz? Egyesült Államok. Az se jó. Azt kell mondjam, hogy a világ nem a legforgalmasabb, a világ 23 legforgalmasabb pályaudvara mind Japánban van. Ja, mert olyan jó. A forgalomhoz a népsűrűség is kell. Igen, igen. Hogy legyenek sokan. Japánban van 23 legforgalmasabb. Hogy nagyon preferált közlekedés lenne a vonat, ami ott hát az. Igen, igen. Pontosan is jár. Lehet, csak ott repülővel járnak inkább. Ugye. Hát, igen, hát igen. És fejlett az elővárosi vonal is. Hát igen, hát abszolút, tehát ez náluk teljesen normális. Az, van egy ilyen adat, hogy a Shinjuku pályaudvaron Tokióban naponta 3,6 millió ember fordul meg. Na, ott szeretnék én büfés lenni. Félretéve a tréfát, ugye 7-0, tehát 3 pontra van az első játszmától Gergely. Következő kérdés. Melyik település része Balaton Kiliti? Siófok. Ez a válasz is helyes. 8-0, már csak 2 pont kell, és szegény Zoltán még szinte semmit nem játszott. Következő kérdés. Mely folyó torkolatánál áll a New Yorki szabadságszobor? Hudson. Nagyon jó, ez a válasz is helyes. 9-0, játszmalabdája van Gergelynek. Újabb kérdés. Nógrád megye melyik településén tanulmányozhatjuk ősi állatok lábnyomait? Ipolytarnóc. Na, és... Ki foglalkozik a családban ezzel? Yes, voltunk ott osztálykiránduláson még második osztályban. Ezért nem kell ellugni az osztálykirándulást, és így aztán lehet nyerni. 10-0 egy imponáló első játszma, 1-0-ra vezet Rajnai Gergely. Hát összesen ez az egy kérdés volt a pályaudvaros, ami nem ment, ugye? Ez is a játék része, hogy az ember vár, és akkor egyszerűen... Ismerem az érzést, tehát én eddig mindig így kezdtem, úgyhogy... Jó, azt tudom Zoltának mondani biztatásul, hogy Gergely eddig mindig 0-1-jel kezdett, és aztán a végén megnyerte, de most elrontotta a taktikát, igen, igen. És Hűbele Balázs módjára behúzta rögtön az első játszmát. Én nem tudom, hogy ez nem lesz-e végzet. Hát nincs szélárnyék most, úgyhogy ez nagyon nehéz lesz. Csak szegény Zoltán is biztosuk valamivel, mert eddig ugye nem nagyon tudott labdába rúgni, az egy pályaudvaros kérdés kivételével, de most ugye Zoltán fogja kezdeni a második játszmát. Nézzük, hogy milyen három témakörben fogunk majd beszélgetni, vagy legalábbis potenciálisan ezekben fogunk beszélgetni. Íme, ugye a 10, és ebből történelem és közélet, életmód, illetőleg a bulvár, a 3, amivel fogunk majd játszani, és ezek közül kezdünk a történelem és közélettől. Zoltán fog tehát válaszolni. Kezdődjék a második játszma. Zoltán, melyik amerikai elnök nevezte magát Berlininek 1963-ban? John Fitzgerald Kennedy. I am Berliner. Abszolút. Tehát mit? Igen, csak ugye nem azt mondta, hogy I am Berliner. Ich bin ein Berliner. Ami ugye egy funk. A Berliner az egy funk, és ezért egy kicsit nevetséges volt neki, mert hogy olyan, mintha Pozsonyi Kifinek nevezte volna magát itt Magyarországon, és ezt nem értette. A kommunikációs szakemberi nem készítették fel arra, hogy... Szakemberek kirek mondta, hogy ne mondja ezt, mert hogy ez egy funk. Ezt mondták neki, és aztán fölment, és mégis elmondta így fejüleg. És bejött, mert még ma is kérdések vannak róla. Ja, arról nem is beszélve. Jó, Gergely, köszönöm, de ezzel együtt a pont Zoltán. Jó? 1-0, Zoltán. Ki az a székely harcos, aki a monda szerint vitézeivel együtt egyszer már visszatért a hadak útján? Gergely? Csaba Királyfi. Igen, Csaba Királyfi, még ez a bizonytalan is volt. 1-0-nál Gergely rabolt, viszont Zoltán döntheti el, hogy miről beszélgessek vele. Életmód. Életmódról. Jól van. Gergely. Melyik vastag virslire hasonlító hentesáru neve egyezik meg egy női ruhadarab nevével? Felsál. Nem. Zoltán? Debrecene. Nem. Ez annyira csúnya, hogy a közönség hölgytagjai kiröhögik, hogy ők fő nem vennének egy felsál nevű női ruhadarabot. Ruhadarab neve volt, nem is néz ki virslinek egyébként.
Ja, hogy a sál miatt. Csak érte? A sál miatt. Ja, a sál miatt. Felsál. Igen, jó, értem. Jó, így legalább értem, hogy a próbálkozás az miért, mert nem tudtam, miért a felsál jut eszébe, de valóban a sál miatt. Ez a krinolin. Gergely annyira fiatal, hogy lehet, hogy még nem is látott életében krinolin. Ez egész biztosan így van, mert addig azt hittem, hogy ez egy húsdarab. De... Igen. Nem, mert értem, hogy így is húsdarab, csak nem hosszúkásra, hanem ilyen vékonyra gondoltam, mint a felsál. Mint a felsál. Én kérek elnézést. Jó, marad az 1-0. Gergely, melyik harcosok fő fegyvere a katana? A kendósoké. Nem jó a válasz. Szamuráj. Az viszont jó, így van. Ez a bizonyos klasszikus japán kard, szamuráj kard, az a katana. Szép válasz volt. Nem sikerült pontot szerezni, viszont lehet választani egy témakört Zoltánnak. A bulvárt szeretném választani. Bulvárt szeretném. Zoltán, melyik városunkban rendezik meg a Vízzene Virág Fesztivált? Tata. Ezt honnan tudta? Voltakon mellette. 2-0. Következő kérdés. Melyik országban született Salma Hayek színésznő? Libanon. Nem jó, Mexikó. 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 Gergely jön, de mi legyen a témakör, Zoltán? Maradjunk a bulvárnál. Maradjunk a bulvárnál. Végülis Gergely akarta, ugye? Gergely. Kiviselt marhahúsból készült ruhát a 2010-es MTV Video Music Awards gálán. Nicki Minaj. Nem jó a válasz, Zoltán. Nem. Hát valakit ilyenkor mondani kell, Lady Gagát például. És az egy konkrétan húsból csináltak neki egy ruhát, iszonyatos lehetett, és még mindig megvan. Én fogalmam sincs, hogy hogy készítették el. De nem ették volt rajta. És nem ették meg, se a legyek nem köpték, semmit. Tehát nem tudom, hogy csinálták, de az ötlet önmagában borzalmas. Na mindegy. Van egy Nicola Formichetti, ilyen nagyon híres stylist, és ő csinálta. Nem. Rám még szerencsére a mi stylistunk nem próbált húst feladni. 2-0. Következő kérdés. Mi a keresztneve Victoria és David Beckham legidősebb fiának? Brooklyn. Jó a válasz, így van. Nem tudtam, hogy a Romeo vagy a Brooklyn az idősebb. A Brooklyn az idősebb. 2-1. Következő kérdés. Melyik tópartján rendezték meg 2022-ben az E-fotot? Velencei tópartján. Ott szokták átolni. Az utóbbi időben már ott szokták. Helyes. Így van. 2-2. Következő kérdés. Ki volt Tom Cruise második felesége? Nicole Kidman. Jó a válasz, így van. Nehéz, mert Mimi Rogers, azt hiszem az első. Volt az első, Mimi Rogers. Utána jött Nicole Kidman, és utána jött a Katie Holmes. Igen. Igen. Szórakozik a kvízjátékosokkal ez a Tom Cruise, mert... Igen, mert nagyon nehéz ezeket sorba rakni, de... Igen, de így van. Hát mondjuk egy szorgos bulvárolvasó ezt kívülről tudja, és mindent tud. Mint én, igen. Igen. 3-2-re fordított Gergely. Következő kérdés. Melyik filmrendező unokaöccse Nicolas Cage, amerikai színész? Francis Ford Coppola. Jó a válasz. 4-2. Újabb kérdés. A Kossuth Díjas Bangó Margit melyik rokonát vette feleségül Emilio? Unokáját. Az elég annyi. Igen. Gondoltam, hogy nem tudtam, mi a neve. Nem kérdeztem. Jó. De unokáját, igen, Tinának hívják egyébként a hölgyet, és az unokáját, a rokoni fok, az most itt elég volt. 5-2. Következő kérdés. Milyen végzettséget szerzett a Harvardon 1988-ban Michelle Obama? Tanárit. Nem jó a válasz. Jogász. Igen, az rém lett valahonnan? Igen. Igen, Michelle Obama. Együtt jártak egyetemre, ez egy ilyen egyetemi ismerettség volt, és így lett. Jól van, na 5-2-nél sikerült visszaszerezni a választás lehetőségét, de most még Gergelynek van egy labdája, azzal, hogy eldönti, hogy mi legyen a témakör. Bulvár. Bulvár, igen. Ez általában, akik idejönnek játszani, nem nagyon szeretik a bulvár, de ilyen kiszúrásnak meg pontok, igen. Ugye? Igen. De ez taktika része, tehát ez nem személyes, ugye, ez üzlet. Egyelőre igen. Jó. 5-2, Zoltán gyűjthet pontokat. Következő kérdés. Melyik humoristánk személyével fonódott össze a Design Center nevű műsorelem? Fábri Sándor. Nagyszerű, így van, rettenetes tárgyakról beszélt viccesen. 5-3, következő kérdés. Melyik város polgármestere volt a Trump ügyvédjeként később botrányhőssé vált Rudy Giuliani? New York.
Nagyszerű, így van, New York polgármestere volt. 7 éven keresztül. 5-4. Egyenlíthet Zoltán. Következő kérdés. Kivel élt házasságban a 2021-ben elhunyt Csűrös Karola színésznő? Horváth Ádám a Szomszédok rendezőjével, és a Zetusztan ráírta. Nagyszerű válasz. Köszönöm szépen. Sikerült egyenlíteni. 5-5 az állás a második játszmában. Következő kérdés. Melyik énekesünk indián neve volt Füst a szemében? Cseh Tamás. Nagyon jó, helyes, így van. Ugye hát ez még 60-as évek ilyen indián táborokat szerveztek a Bakony, mert aztán azért sokáig megmaradt, és a Füst a szemében az egy kicsit a rendszernek is szólt. Füst volt a rendszer szemében, többek között Cseh Tamás. Meg hát ez az egész indián táborosdi, megfigyelték őket, besugók épültek be, stb. 6-5-re fordított Zoltán, újra ő vezet, és folytathatja, növelheti az előnyét. Következő kérdés. Milyen formájú jelet helyeznek el a sztároknak a hollywoodi hírességek sétányán? Ilyen csillag. Hát a ilyen csillag, igen. Igen, a csillagot helyeznek el, ráírják a nevüket, igen. És állítólag 40 000 dollár. De gondolom van, aki meg ingyen megkapja, mert akkor a név, és van, aki megvehet. Én gondolkoztam rajta, de aztán rájöttem, hogy nem kell. 7-5, Zoltán vezet 2 ponttal. Következő kérdés. Melyik egykori legendás amerikai énekes birtoka volt a mai turisztikai célpont Graceland? Elvis Presley. És Memphisben van. 1977-ben halt meg. Elvis Presley, és utána csinálták meg. 8-5 az állás, 2 pontra van Zoltán az egyenlítéstől. Következő kérdés. Ki a férje Blake Lively amerikai színésznőnek? Gergely, tudja? Ryan Reynolds. És tudja, valóban így van. Sőt, most már 3 gyermekük is van, 10 éve házasok. Helyes. 8-5-nél Gergely visszaragadta a lehetőséget, hogy ő gyűjtsön pontokat, de előtte Zoltán... Bulvár. Bulvár. Jó bulvár. Ez van. Gergely. Ki volt Vitrai Tamás operett primadonna felesége, akitől 2020-ban vált el? Zoltán? Kállai Bori. Ő volt bizony, így van. Kállai Bori. Vitrai Tamás harmadik felesége 32 év után váltak el. Zoltán már is visszaszerezte a pontszerzés lehetőségét. Gergely, mi legyen a téma? Bulvárnál maradunk. Bulvár, meg se nézzük, hogy élet... Bulvár. Zoltán, bulvár. Melyik internetes közösségi platformra tett vételi ajánlatot Elon Musk 44 milliárd dollárért? Twitter. Jó a válasz, így van. Zoltánné lehet a játszma, hiszen játszma labdája van, 9-5. Az állás egyenlítési lehetőség. Következő kérdés. Melyik vetélkedő nyerte el a televíziós újságírók díját 2022-ben? A Génius. És igen, jó a válasz, helyes. 10-5 arányban Zoltán begyűjtötte ezt a játszmát, egyenlített 1-1 a párbajállása. 10-5 arányban sikerült győzni, szép, szép játszma volt, ezzel a bulvárral el voltak az urak, de hát bulvár most már nem lesz a folytatásban, sőt, most ugye majd vegyes témakörök lesznek a harmadik játszmában, de a harmadik játszm, igen, Zoltán már ott van a rajtvonal, igazi sportoló várja, hogy a Spori földobja a labdát, de a Spori most azt fogja földobni, hogy pihenjünk egy kicsit, hiszen letelt a mai műsoridő, úgyhogy meg lehet beszélni a kispadnál a dolgokat, milyen taktika legyen, emberfogás, vagy zóna, vagy stb., és aztán majd innen fogjuk folytatni a játék. Egy-egyről. Köszönöm szépen Gergelynek és Zoltánnak a játékot, és köszönjük önöknek is a figyelmet. Találkozzunk legközelebb is. Viszontlátásra, további szép estét kívánok! Rajnai Gergely a harmadik párbaját is megnyerte. Kálózi Attila ellen 3-1-re diadalmaskodott. Így 1,5 millió forintot már biztosan magával vihet. De hogy megelégszik-e ennyivel, az nem csak rajta, hanem negyedik ellenfelén, Varga Zoltánon is múlik. Kettejük párharca egyelőre döntetlenre áll. Vajon mennyi tartaléka van még Gergelynek?